anomália. Szom még mindig ő, ezt el is lehet lőni, el is lövi, mekkora gól! Szomália! Szomália találatával megszerzi a vezetést a Ferencváros! Lövés, gól! Megint az a balláb, mint az Újpest ellen! Nagyszerű jelenetek egy régi ismerőstől. Ekkor még nem gondoltuk volna, hogy 7 évvel ezután a gólszerző visszatérésének fogunk örülni. Szomália újra a Fradiba igazolt, és az aláírás után repülőre szállt, hogy csatlakozzon a spanyolországi Benidormban edzőtáborozó labdarúgó csapatunkhoz, és hogy találkozzon vezetőedzőnkkel, Szergej Rebrovval. Azért jöttem vissza a Ferencvároshoz, hogy segíthessek a csapatnak. Remek benyomásaim lettek azután is, miután először találkoztam a vezetőedzővel, és jó volt megismerni az új társaimat is. Tudom, hogy taktikailag teljesen mást kell most megtanulnom, mint amikor először játszottam itt, de ezért fogunk dolgozni. A legfontosabb, hogy nagy hasznára legyek a csapatnak. Régi új brazil játékosunk 2011-ben szerződött először a Fradiba, és 4 év elég volt neki arra, hogy otthonra leljen. Hiába igazoltam el, mindig figyeltem, mi történik a Fradinál, és eldöntöttem, hogy itt szeretnék visszavonulni az aktív futballtól. Magyarországra a második otthonomként tekintek, ezért is tértem vissza a Ferencvároshoz. Úgy tervezem, hogy karrierem befejezése után itt fogok letelepedni. Azt is el tudom képzelni, hogy amennyiben lesz rá lehetőségem, hamarosan felveszem a magyar állampolgárságot. A visszatérés híre nem csak a magyar sportsajtót, hanem a szurkolókat is megmozgatta. Ez is mutatja, hogy egy igazi közönségkedvenc veszi fel újra a zöld-fehér mezt. Az elmúlt években folyamatosan kaptam az üzeneteket, hogy jöjjek vissza, és én mindig azt válaszoltam, hogy egyszer el fog jönni ennek az ideje. Nagyon örülök neki, hogy most elmondhatom, újra itt vagyok. Ráadásul rengeteg tapasztalattal érkeztem. Franciaországban és Szaúd-Arábiában is nagyot fejlődtem. 31 évesen sok mindent megéltem, a rutinommal is segíthetek a klubnak. Szomália Fradi szívét más nem is bizonyíthatná jobban, mint hogy miután 2015-ben a francia élvonalbeli Toulouse-hoz igazolt, amikor alkalma volt, mindig meglátogatta barátait a Népligetben. Igaz, hogy egy ideig máshol játszottam, de Budapestet a szívembe zártam. Olyan emberek vannak itt, akikre családtagként tekintek. A Ferencváros nagyon fontos nekem, ezért igyekeztem minél sűrűbben látogatást tenni. Jó érzés, hogy most Leandro, Dibusz és Varga személyében olyan társaim is vannak, akikkel már korábban együtt játszottam, de az újakat is hamar megkedveltem. Alig várom, hogy jobban megismerjek mindenkit. Ezek a játékosok nagy sikereket értek el. Öröm volt látni, hogy milyen magas szintre került a Fradi. A 30. bajnoki cím és az Európa ligás szereplés hatalmas dolog. Remélem, ez megismétlődik, és ebből már én is kivehetem a részem. A brazil játékos bár 5 évig nem Magyarországon élt, több magyar szó is van, amire még emlékszik. Szia, hogy vagy, mizu, minden rendben, persze, tudom, nem tudom. Rémlik még néhány szó, de most lesz alkalmam rá, hogy még többet tanuljak magyarul. Szomália tehát konkrét, nagy tervekkel tért vissza a Ferencvároshoz, és minden adott ahhoz, hogy a szurkolók tavasztól olyan gólok után tapsolhassanak, mint amilyeneket már többször is láttunk tőle. Jelenleg az a legfontosabb, hogy játszam és hozzátehessek a sikerekhez. De szívesen dolgoznék a jövőben utánpótlás edzőként a Fradiban, erre is készülni fogok. Hálás vagyok mindenkinek a támogatásért, minden meg fogok tenni azért, hogy a régi Szomáliát láthassák. Köszönöm szépen, hajrá Fradi!